Rendkívül nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Xiaomi Magyarország YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt, itt a jó idő, itt a tavasz, megyünk hát a szabadba. Készítettünk is egy olyan videót, aminek a linkjét megtaláljátok, hogy milyen Xiaomi termékeket ajánlunk egy ilyen kiruccanáshoz. Viszont ebben a pakban van egy hangszóró is, amit most tüzetesebben megvizsgálunk, ez pedig a Pocket Speaker 2 névre keresztelt kis hangszóró, aminek a dobozát itt láthatjátok, de egyébként az installáció szerves részét képezi már a kezdetektől fogva. Ez a kis mindössze 77,5 grammos eszköz, henger alakú kis szörnyeteg, nagyon jól tud szólni, és egyébként tényleg bárhol elfér, még egy kabát zsebben is, hát még a táskában. A dimenzióit tekintve 60x60x93,3 mm-ről beszélünk. A dobozban maga a hangszóró, illetve egy használati utasítás található, aminek a magyar nyelvű verziója, mint ahogy más termékeké is, mindig letölthető a xiaomi.hu weboldalról. Nagyon fontos, hogy amikor kicsomagoljuk az eszközt, akkor a kis ilyen befőttes gumiszerű, ilyen védő gumit, azt vegyük le, mert csak is kizárólag így fogjuk tudni használni a hangszórót, ugyanis a tetejét be lehet nyomni, így lehet hosszan lenyomva bekapcsolni az eszközt, és már is automatikusan párosító módba kerül. Bluetooth 4.1-en keresztül kommunikál a hangszóró más eszközökkel, legyen ez mobiltelefon, táblagép vagy éppen PC, szóval a támogatott eszközök tárháza igencsak széles. A párosítást hangjelzés követi, hogy csatlakozott a két eszköz egymáshoz, utána pedig már mehet is a nagy zenebona, az 5 wattos hangszóró papíron ugyanis nem hangzik olyan nagyon soknak, kicsi a bors, de mégis erős, tényleg egész nagy lármát tud csapni, hát lássuk, hogy nagyjából így mikrofonon keresztül mennyire jön ez át. Remélhetőleg azért hallható, hogy tényleg nem kell félni egy ilyen kis eszköztől, bőven elég ahhoz, hogy letelepedjünk valahol, kirakjuk a kis pokrócot, és arra ráüljünk, és menjen a zene, a muzsika, mert tényleg bőven elég hangos egy ilyen hangszóró is, főleg, hogyha jó minőségű zenét játszhatunk le vele. 1200 mAh kapacitású akkumulátor található benne, amit egyébként micro USB csatlakozón keresztül lehet tölteni, ilyenkor pirosan villog a LED, és ez jelzi, hogy még töltés alatt van a készülék, ha pedig már teljes töltöttségét elérte, akkor kéken kezd el világítani az apró ledecske. Ez az 1200 mAh-as akkumulátor nagyjából 7 órányi zenelejátszásra elegendő, tehát bőven elég ahhoz, hogy akár még biciklire csatolva, vagy hátizsákhoz kapcsolva, bárhogy is nyomassuk a zenét, és tényleg sétáljunk, piknikezzünk, menjünk a városban, stb. Tényleg nagyon jól használható kis eszközről beszélünk. A Mi Pocket Speaker 2 megvásárolható a Lurdi ME Store-ban, valamint a xiaomi.hu webshopon méghozzá 6990 forintért, de vannak olyan pillanatok, amikor akciós ez a termék, de maga a teljes ár is egy olyan árképzés, én szerintem, amit bőven megér, hogyha valaki csak a hátizsákba bepakolva szeretné ide vagy oda vinni, vagy akár a munkahelyén zenét hallgatni. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez volt tehát a Mi Pocket Speaker 2-nek a bemutatója, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, főleg iratkozzatok fel a csatornára, illetve ne felejtsetek el követni minket Facebookon, Instagramon, valamint a xiaomilife.hu weboldalon. Köszi még egyszer a figyelmet, szép napot, sziasztok!